egy kis türelmet kérünk még tőled is, Csillagon, meg mindenki mástól, még egy pár kérdést engedjünk meg, és utána úgyis össze fogunk borulni, mint falusi kocsmák előtt a biciklik. De egy picikét még beszélgessünk, és akkor utána szelfik jönnek, meg aláírások jönnek, meg minden csuda fene. Az a helyzet, hogy minden kérdésre 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 javaslom önöknek, hogy ezt a fajta magatartást, ezt a fajta büszkeséget, ami önöket jellemezte, ezt ne adják föl. Merjék azt mondani a világnak, hogy mi döntünk a saját sorsunkról, és nem ti. Legyen nagyon drága, egy picit messze menjen, mert akkor én fogok jó? Ne legyen olyan drága, és akkor mégis akarom találkozni azokkal, akik miatt jöttünk. Ja, azt javaslom, drága kollégáim. Minden hoztás tetsző, öröznek közelünket! Normális, úgyhogy a szabályok szerint egy polgári módon próbálkozunk, de hát, hogyha segítenek. Feri, gyere, együnk meg egy fröccsöt! Milyen szépen tetszik beszélni, hogy igazából segít megérteni a magyar nép kultúrájának mélységeit és magasságát. Na, hölgyeim és uraim! Semmi között hozzá, nem tudom. Semmi között mennyi hadabat, meg ezeket ide jönni, balhézi, te bévi. Alapítványokba teszik a nemzeti vagyont a fideszesek, nem zavar. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és akinek kérdése van, az most tegye fel a kezét, odaadom a mikrofont, hogy mindenki hallja a kérdést. Parancsoljon uram akkor. Ének kérdezem, hogy nem kérdezhet, van. Nem így van. Kifosztották ezeket a városokat, és azért is kell egy új kormányt teremteni, hogy végre visszaadjuk ezeknek a településekre mindazt, ami nekik jár. Itt egy hölgy mutogatja nekem az egyik miniszterelnök jelöltnek a képét, ismerem a hölgyet. Mi terekszik? Én nagyon kis nyugdíjból élek. Nagyon piciről, és tönkreteszik, megdobáltak, széttörték a szemüvegem, bottal nekünk támadtak, egy idős hölgynek is, ketten voltunk. Hát milyen jogállamiság ez? Hogy lehet ezt csinálni? 2006-ról beszélünk megint? Vagy mit csinálunk? Hát emberek, gondolkodjunk józanul. Szeressük az államot, a jogállamiságot, egy horgásztól ne vegyük el a szemüvegét.
Köszönöm szépen. Sokféleképpen lehet jó magyarnak lenni, sokféleképpen lehet a hazáknak. Egy dologban biztos vagyok, látva is, ami történik az országban. Hogy mehet, itt alszol Tamás mellett! Én a korlátítésekkel vigyázzak!